A hivatal folyamatosan ellenőrzi az elvár kereskedelmét, megpróbálja kiszűrni az illegális kereskedőket. Ehhez például próbavásárlásokat végeznek a kollégák, felkutatják azokat a kereskedőket, akiknél kockázatos ezeknek a termékeknek a megléte, illetve a kapcsolódó ingatlanokat átkutatják, illetve ami még nagyon fontos, hogy a csomagkereskedelemben is megjelent ez a termék, tehát a csomagküldőszolgálatoknak a tevékenységét is ellenőrzi a hivatal. Ugye ezzel az volt a probléma az elmúlt időszakban, hogy könnyen eljutott a gyerekekhez is. A szülőknek mire kell odafigyelni, hogy ezt megakadályozzák? Hát annyit kell tudni mindenképpen erről a termékről, hogy az egészségre nagyon káros, és ami nagyon rossz folyamat, tendencia, hogy az egyre fiatalabb gyerekekhez is eljut ez a termék. Ez azt jelenti, hogy az általános iskolákban is megjelenik. Tehát a szülőknek arra kell odafigyelni, hogy a gyerekek tudják, hogy mi ez a termék, és ne vásárolják, ne éljenek ezzel a lehetőséggel. Hogyha valaki illegálisan forgalmazza ezt a terméket, akkor ő mire számíthat, milyen büntetést kaphat érte? Aki illegálisan forgalmazza az elvárt, 5 milliótól 500 millió forint bírságig számíthat büntetésre, illetve van egy 1828-as számú telefonvonal, amelyet bárki felhívhat, hogyha illegális elvár értékesítésről információja van. Köszönjük a tájékoztatást! Köszönöm! Nézőinek pedig köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!